Készre a kakaó? Jaj. Nagy ez a kín. El tudod nyomni a kibit a szemészetre? Most? Most. Kérsz tiramisút? Kakaó? Időpontra kéne menne. Annyira. Hát négy. Mi, Kriszti, nem tud elvinni téged? Ő elment. Mi, minek mentem? Barátaival. Hova? Most mi van? Találkozni. Már? Kérdezz meg. És mi van ma megint? Hát úgy volt, elvisz a szemléthez, közben meg elment. Becsapott. Ha nem úgy volt, hogy összeköltöztök? Mert hagyjam a összeköltözésen, nem vagyok még azon a szinten. Szerintem apukám ezt akkor fogja abba hagyni, hogyha beteljesül neki a nagy álmai, és szerintem akkor már le is fog szakadni erről az egész dologból, hogy ki tudja, mit fog utána hajtogatni, mi legyen, milyen témát fog felhozni. Egyébként, Virág, nem gondolod azt, hogy egy kicsit szemtelen vagy? Hogy ezt a gyereket teljes magadnak akarod? Tudom, hogy szemtelen vagyok, de ez van. De van egy élete. Van egy élete, el kell őt engedni, nem úgy hisztériazni, ha elmegy. Minél jobban fogod őt, annál jobban el fog szabadulni. Annál jobban szabadulni akar. Virág olyan, mint az apukája, önfejű, és hogyha nem az van, amit ő akar, akkor ő nem hisztizik, hanem toporzékol, ugyanúgy, mint Győző. Ez az első párkapcsolata, és ő ugye, mivel még ebben nem jártas, tehát nem tudja, hogy ez hogy működik, most tanulja. Ennél fogva én, amit látok ebből, az az, hogy szinte megfojtja sokszor a fiút, tehát nem akarja azt, hogy nélküle is egy percet eltöltsön Krisztián, és ez nem mindig jó. Amikor ez a non-stop együttlét, ez lehet olyan egy ideig, hogy hú, annyira jó, annyira szeretem, imádom, utána meg van az, hogy bekapom, kihányom. Mindig az van, amit te akarsz, és nálatok is mindig az van, amit te akarsz. Hát, ilyen nincs. Fogjunk kezet. Gyere! Elegem van abból, hogy Virág, mikor már Krisztián menni akar haza, akkor hisztériázik, sír, ne menjél még haza, maradja, akkor Krisztiának is van élete. Haza kell menni az édesanyja, vagy édesapja ahhoz. A nagyszülők, nem mindig Virággal lesz itt. Virágnak ezt kéne ma felfogni, hogy Krisztián még nem az ő tulajdona.